Hello, Komár Zsolt vagyok, és megint egy történettel kezdeném a históriát, a mai mondókámat. Ugye mi is az a Zsóti őt, hogy emelem meg egyebek, amit itt a címbe emlegettem. Hát, egyszer volt, hol nem volt. Sétáltam az egyik plázában, ugye itt Budapesten, és betévettem az egyik, csináljuk nekik reklámot, az egyik Kristóf férfi ruha szaküzletben, szalomba, kinek hogy tetszik. És hát elkezdtem nézegetni az öltönyöket. Tényleg csak nézegetni kezdtem el, bár valahol itt volt a buksimban biztosan, hogy én mit akarok, meg hogy akarom, meg merre, hány méter, és hát nézegettem, és nagyon kedvesen odajött hozzám az egyik eladó hölgy, egy tapasztalt, idősebb, tényleg nagyon udvarias, nagyon korrekt, nagyon kultúrált hölgy, megkérdezte tőlem, megkérdezte, hogy segíthet-e nekem valamiben, mert zaklatni nem akar, nyomulni nem akar, akkor visszamegy azokhoz a vásárlókhoz, akik vásárolni is akarnak valamit, de itt van, és hogyha bármilyen kérdésem, kérésem, igényem van, akkor ő jön és mondja is, és segít. Hát mondtam, hogy én egyelőre csak nézelődök, hát nem gondoltam én különösebben semmiféle vásárlásra, de azért nagyon köszönöm a kedvességét. Jó, hát nézegettem, aztán kicsit később odajött, hogy hát látja, hogy érdekelnek ezek, de hogyha egyel odébb megyek, akkor ott körülbelül ezt a kategóriát találom. Most éppen van egy kedvező akciójuk, egy kedvező beárazással találom meg körülbelül ezt a kategóriájú férfi ruházatot, ugye öltönyökről beszélünk, tehát nem 10-20 forintokról, főleg egy ilyen szalomban. És hát le is vett néhányat, hogy szerinte ez nekem jó lenne, így hozzám mértük, akkor elérte, kedvesen elérte, hogy én azt fölvettem, fölpróbáltam, itt volt velem a feleségem is, az is így csillogott a szeme. Úgyhogy nagyjából semmi perc alatt ott tartottunk, hogy én már próbáltam az öltönyt, az adott öltönyt, fel is ajánlották, hogy ott helyben méretre is igazítják, ami meg is történt egyébként semmi perc alatt, és még mint egy mellékesen segítettek nekem hozzá inget, nyakkendőt választani. Tehát én nagyon-nagyon korrekt kiszolgálásról volt szó, és hogy kerül itt a csizma az asztalra, hogy jön ez itt össze? Hát nagyon egyszerű. Én nézelődtem csak, tehát én egy érdeklődő voltam, azért egy aktív érdeklődő voltam, mert valahol ott volt a fejem, hogy akartam én öltönyt venni, tehát nem rám sózták, nem rám tukmálták, nem berángattak az üzlet elől, én mentem be az üzletbe, én egy minősített érdeklődő voltam, egy olyan valaki, aki keresett valamit. És amikor megtaláltam azt, segítettek nekem megtalálni azt, amit én kerestem, segítettek nekem egy olyat adni, ami nekem megfelelt az igényeimnek, a vágyaimnak. Tényleg szerintem egész jó az az öltöny, ezt láthatod is rajtam rendezvényeken, majd ugye a vérátömlesztésen is ez lesz rajtam. Tehát egy ilyen kölcsönösen nyertes helyzetet segített a hölgy megteremteni a maga profizmusával, a kedvességével, azzal, hogy kiszolgált engem rendesen. És hát biztos emlékeztek, Tom Kemélnek van az a sztoria a másik végletről, amikor Emil bátyánk el szoktam, hogy bemegy egy üzletbe, és ott unatkoznak az előadók, beszélgetnek egymással, leszegetnek, nézelődnek, szana szét. Ha rájuk nézel, akkor gyorsan másfelé nézel, hogy nehogy véletlenül megszólítsd és kérj tőle valamit, vagy kérdezz tőle valamit, és akkor ő megszokta azt tenni, hogy oda megy, és azt mondja, jó napot kívánok, engedjék, bemutatkozzak, én vagyok a vásárló. Kérem szépen, lehet ezt így is, lehet ezt úgy is, és nem csak a normál, hagyományos kereskedelemben, de itt a mi iparágunkban is lehet ezt így is, lehet ezt úgy is csinálni. Különböző irányzatok vannak, különböző stílusok vannak. Hát ugye ez az utóbbi, az Emil bátyánk féle irányzat lehetne az, amikor valaki titkos ügynök az iparágban, titkos ügynök akár a közösségi médiában, akár a mindennapjaiban, és várja, hogy oda menjenek hozzá Isten igazából is, és azt mondják neki megint Emil bátyánkra utal, hogy hello, nem tudsz valami jó emelmet? Ó, dehogy nem, gyere, lépj be! Vannak, akik ezt várják. Vannak, akik biztos jártál nagyvárosokban, vagy te is nagyvárosban élsz, és mint a szórólapozók, ugye, gyakorlatilag nem tudsz úgy végigmenni
egy aluljáron, egy forgalmasabb kereszteződésen, pláza bejáratnál gyakorlatilag, hogy ne akarnának 5-en, 6-an, 8-an valamiféle csodálatos lehetőséget a kezedbe nyomni így szórólap formájában, és teszik ezt mindezt azzal a mozdulattal, ami rögtön védekezésre sor, hogy így belerobban az arcodba a szórólap. Hát nem tudom, mennyi ilyen szórólapot szoktál elvenni, vagy mennyire hat, vagy mennyire köt ki a következő, tényleg szó szerint a következő kukában az adott szórólap. Csinálják ezt emberek, és csinálják ezt emberek a mi szakmánkban is. Itt Facebookon vannak ezek a nagyon népszerű hirdető csoportok, ez körülbelül ennek a megfelelője, hogy amikor így fogod magad, és így ding, így szórólapozol, nyomod, a kutyát nem érdekli, nyomod, meg se nézik, nem, hogy nyomod, benne vagy 10-20-30 ilyen csoportba, és abban a napi melód, hogy végig szórólapozod ezeket a csoportokat. Hát sok sikert kívánok hozzá, de azt szeretném megmondani, van ettől egy jobb módszer. Az a módszer, amikor be lehet állni az érdeklődés útjába, és el tudod érni azt, hogy az érdeklődők szépen, folyamatosan, fokozatosan kapjanak valamennyi információt, és akkor te elkezdheted őket kiszolgálni, egyre jobb tartalmakat adni nekik. Egyre inkább olyat, ami közel áll, főleg, hogyha valamiféle párbeszédet sikerül kialakítani, és megteheted ezt teljesen automatizáltan is. Egyik oldalról dolgoznod kell vele, tehát működtetned kell, ki kell alakítanod ezt a dolgot, működtetned kell, de ki tudsz alakítani egy olyan rendszert, ami be tud így állni az érdeklődők útján, meg tudják találni az érdeklődők is. Nem te keresed őket, nem te rontasz rájuk, nem te nyomod az arcukba. És hát gyakorlatilag ez egy másik szintje ennek a történetnek. Szerintem egy sokkal kellemesebb szintje, sokkal hatékonyabb szintje. És döntsd el, hogy te mit kezdesz ezzel. Én azt mondom, hogy ezt megismerheted, hogyha ugye ezt szoktam mutogatni YouTube-on, ott találod a linket, a blogomon ott fölül, ott a szélén, meg még alul is, de még itt a cikkben is, és hát most egy kis vizet iszok, te figyelj már, olyan rosszul nézel ki, szóterendesen. De mondjuk, hogyha itt tartunk, akkor felhívnám a figyelmedet arra, hogy egyik kiváló munkatársamnál, frontomnál remek, pimag víztisztítókhoz tudsz hozzáférni, meg sok-sok érdekes dologhoz itt még az üzlettársaim körében, ugye kommunikációs képzésekhez, személyiségfejlesztési képzésekhez, hamarosan kávéhoz is. Tehát sok mindennel foglalkozik itt a csoport, és ki tudják szolgálni így az igényeidet. És az egy nagyon jó dolog, szerintem. De lényeg a lényeg, visszakanyarodva arra, hogy mit csinálj most, hogyha ez így megtetszett, ez a história, és te is szeretnél valami hasonlót, azt, hogy téged találjanak meg, és te csak kiszolgáld őket az információval, átad az információval. Én egy olyat tudok neked adni, az én termékem, szolgáltatásom az nem más, mint ez a tudás, ez a technológia. És ezt itt alul, oldalt, felül, ezeken a linkeken megtalálod, fel tudsz iratkozni hírlevelekre, amik így közel visznek, megismertetnek, és ráadásul meghívásokat kaphatsz élő tájékoztatókra, webkonferenciákra is, amiken sokkal gyorsabban megszerzed azt az információt, hogy ez neked kell, vagy nem kell. Úgyhogy egy nagyon szép napot kívánok, és sok sikert az üzleted építéséhez, bármi legyen is az. Ciao.